Többek között kórház, városrész, utca és a múzeum is Józsa András nevét viseli Nyíregyházán, az utókor méltóképpen igyekszik megőrizni emlékét, mondta a Józsa András Múzeum napján Bene János. A múzeum igazgató kiemelte az alapítási 1868. december 1-i dátumot, valamint a sikeres 2015-ös évet is egy újabb együttműködési megállapodás aláírásával öregbítik. Tavaly aláírtuk egy együttműködést a Zsesovi Múzeummal, most a Kassai Múzeummal. Szeretnénk egy ilyen Zsesov-Kassai Nyíregyháza tengelyt kialakítani, amiben az van, mindig egy együttműködés ugyanaz van, hogy minden évben egy kiállítást cserélünk. Tehát most a kassaiak jöttek, jövőre mi megyünk Kassára egy kiállítással, olyan kiállítással, ami mind a két ország népessége számára érdekes lehet. Aztán gondolkozunk, nem gondolkozunk, konkrétan lesz majd szakembercsere. Tehát kassai kollégák jönnek hozzánk, megismer a mi munkánkat, mi megyünk Kassára. A rendezvényen a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktatókórház főigazgatója Adorján Gusztáv arról szólt, az egykori megyei főorvos vezette be a halálozási és betegségi statisztikát, valamint több kiemelkedő jelentőségű műtétet végzett. A rendezvényen Józsa András leszármazottjai is részt vettek. Orgonasípoknak nevezte a lányait, hatan voltak, hat lánya volt, egyik kölyük Andrea, az én dédanyám, és nagyon-nagyon emberi és szerető apa képe bontakozott ki róla. Csak egyetlen kis adalék, hogy egyszer Józsa Andrea, tehát az én dédanyám lánya egy kisebb balesetet szenvedett, nevezetesen valószínűleg rosszalkodott és kiesett az ablakból, és feltehetően valamilyen törést szenvedett. Hát Józsa nagyapa nem volt res, ott helyben a konyhában megoperálta. Tehát ezek ilyen kisebb, apróbb történetek, amiket szájról szájra adunk tovább egymásnak, és hát ezek az ilyenek éltetik őt tovább. A rendezvényen elhangzott Józsa András fejleszteni, alkotni és a kultúrát terjeszteni született, az örökséget tovább kell vinni Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A megye egyik legnagyobb emberéről beszélünk, és nem véletlen, ugye tegnap volt a születésnapja, a mai nap meg abból a szempontból nagyon kiemelt, ma meg a múzeumnak van a születésnapja, és ezt a kettőt, hogyha összekötjük, akkor azt hiszem, hogy egy olyan kellemes elegyet kapunk, amelyre érdemes emlékezni, és érdemes megünnepelni ennek a napját. A Józsa András Múzeum napján elhangzott, az intézmény életében kiemelkedő volt a 2015-ös év, többek között Ősz Dénes festőművész és Futaki István professzor hagyatéka is látogatható a múzeumban, valamint megtekinthető a történelmi szempontból kiemelkedő jelentőségű, idén nyáron talált porcsalmai éremkincs.